Hé, hey, te! Hogyha szeretnél nyerni egy iPhone 11-et, akkor nincs más dolgod, mint ezt a videót megosztani 5 barátoddal, feliratkozni, belájkolni ezt a videót, és kommentbe leírni azt, hogy kész. Extra pont a bekövetsz Instagramon. Na hát sziasztok, én Túlszed vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. Ma elhoztam nektek 5 rémisztő tweetet 5 különböző embertől, akik már szembesültek a Disney börtönnel valamilyen formában, és ezt megírták. Biztos mindenkibe felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi az a Disney börtön, és ez teljesen jogos. Tömören összefoglalva, sokak állítása szerint a Disneylandben van egy börtön, ami többnyire Disney, viszont ők ezt nem arra használják, hanem tényleges börtönnek, hogyha szükség van rá. Gondolok itt akár arra, hogy amikor valaki este beszökik, bezárják oda bizonytalan időre, és hogyha valaki komolyabb szabályt szeg meg, azt is. És van, aki már ezzel szembesült, és ezt megírta Twitteren, és ezeket fogjuk megnézni. Azt letisztáznám, hogy nem én állítom, hogy ez létezik vagy sem, én csak nektek ezeket bemutatom, és ti kommentbe döntsétek el. De mielőtt belekezdenénk, ha szeretnél látni hasonló tartalmakat, akkor iratkozz fel és nyomd be a csengőt, és ha esetleg a videó közben folytatást is, akkor nyomj egy lájkot és kommentbe írd meg, és maga bemutatott tweetekről is majd. Nem is húzom a szót, nézzük. Az első tweetben ez áll. Ahogy lopakodtam a húgommal, elkaptak, majd megpróbáltak a Disney börtönébe vinni. Elkezdtem elmenekülni, így aztán egy levelet küldtek nekem, amelyben egy évre eltiltottak. Itt nyilván a Disneylandre gondol, szóval ebben a tweetben ténylegesen arról volt szó, hogy több mint valószínű egy éjszaka belopózott volna ez a lánya húgával a Disneylandbe, majd lebuktak, és nagyon valószínű, hogy az őrökbe szerették volna őket zárni, de ők elszöktek, és igen, egy évre el lettek tiltva. Igen, erről itt lent meg tudjátok írni a véleményeteket. Az biztos, hogy nem jogos, amit csinált, de rettentő rémisztő lehetett. Az unokatestvéreim túlságosan részegek voltak. Tönkretettek egy karácsonyi csokoládé bemutatót egy 4 csillagos Disney World szállodában, és elvitték őket a Disney börtönébe. Majd egy ismerősüknek ki kellett szabadítani őket, és könyörögtek, hogy a szobájukat ne veszítsék el, a szállásukat. Én viszont erről úgy tudok, hogy az óvadékot is ki kellett fizetniük, és a szállásukat is elfizették, szóval nem teljesen érte meg ez a szórakozás nekik, de egyszerűen meg mindig elképesztő, hogy ezt a Disney börtönt ezek szerint ténylegesen használják, és nem feltétlen díszlet ez az egész. Azt is meg lehet érni, hogy szerintetek ez mennyire valós, vagy pedig mennyire sem. Már 6 órája rekedtünk a Disney börtönében, mert a karibi kalózokon nagyon gyorsan felálltunk, ez egy elég pontos fordítás volt. Ez az egész annyit akart akarni, hogy a Disneylandben van egy vasút, amit így neveztek el, és elég egyértelmű, hogy nem szabadna hamarabb kiszállni, mivel életveszélyes. Ezt ők mégis megtették, majd elvitték őket a Disney börtönbe, itt is bizonytalan időre, mivel ezt senki nem mondta el, hogy meddig, és a körülményeket sem túlzottam. Itt a folytatást nem tudtuk meg, bár hatalmas vízhangja nem volt, szóval annyira rosszul nem sültett el az egész. Valószínű, hogy pár órára bevitték, kikérdezték őt, megbírságolták és elengedték. Ha ténylegesen nem ment át komolyabban, akkor valószínűleg ennyi volt. De a szabályszegő szemszögéből is biztosan rettentően váratlan és rémisztő volt az, amikor konkrétan bezárták őt a Disney börtönbe, amit szerintem senki nem akar megtapasztalni egy olyan helyen, ahol alapból szórakoznak az emberek, főleg nem a Disneylandben. Igen, egyébként, hogyha szeretnétek több dolgot tudni erről az egészről, akkor tényleg iratkozzatok fel, mert ezzel tudjátok legjobban jelezni. A következőben annyi áll, hogy haha, de igaz. A barátomat azért tették Disney börtönbe, mert a karibi kalózokon kiszállt a csónakból, fogalmunk sem volt, hogy mi történt vele, jöttünk, hogy megtudjuk, és azt mondták, hogy a titkos tartályukban van. Néhány órával később kiengedték, de már vissza nem jöhetett. Ez is annyit akar egyszerűen, hogy ugyanúgy megszegte a szabályt, hogy kiszállt a csónakból, hamarabb a kellett élnie, majd ezt az ott dolgozók észrevették, és elvitték az állításuk szerint a Disney börtönbe, a titkos tartályba, a tankba, mivel ez egyértelmű, hogy ez nem egy publikus helyen van. Valószínűleg a büntetés az az volt, hogy pár óráig ott kellett tartózkodnia, és ez szerintem éppen elég erős dolog, főleg úgy, hogy utána még ki is tiltották a helyről őket, ami azért mindenféleképpen rettentő erős büntetés szerintem egy ilyen szabálytalankodásért, de sajnos így kell működniük, viszont az kétséges, hogy mindenféleképpen Disney börtönbe kell rakni az adott embert, vagy pedig sem. Ez még mindig hihetetlen számomra, és egyszerűen ledöbbentő. És ebben az egészben az a legijesztőbb, fogjuk rá, hogy azt sem mondják, hogy hova visznek, senkinek nem is szólnak, tehát elraknak egy kamrába, és senki nem tudja, hogy ott vagy, csak az ott dolgozók, amire szerintem túl sokat nem is tudunk mondani, csak hogy váratlan. Eltörtem egy szobrot, majd egy titkos szobába vezettek, ami nem más volt, mint a Disney börtön. Itt igazából ez az egész tweet magáért beszél, már csak az a kérdés, hogy mennyire valós, vagy pedig mennyire sem. Már annyi dolgot szedtem össze. Ha szeretnél látni hasonló tartalmakat, akkor iratkozz fel és nyomd be a csengőt, és folytatásért nyomj egy lájkot és kommentbe írd meg, hogy van-e igényre, és maga a tweetekről a véleményedet. Minden nap délután 6 órakor premier, találkozunk a következő videóban, sziasztok!